Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Az ünnepek alatt most több büntetésvégrehajtási intézetben is szolgáltam, és vittem az evangéliumot, és néha megkérdezik tőlem, hogy arabok hogy fogadják az evangéliumot, és hogy megtérnek-e, megváltoznak-e az evangéliumnak a hallgatása nyomán. Hát az igazság az, hogy a változásra nem csak araboknak van szüksége. Megtérésre nem pusztán araboknak van szüksége, hanem szüksége van ennek az egész világnak. A civil embernek is, aki nem tölti a büntetését falak mögött, a falakon kívül tölti a büntetését. Mert azt mondja az Istennek az igéje, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, azon az Istennek a haragja van. Az már büntetés alatt van, az már ítélet alatt van, azt mondja a Szentírás. Még hogyha nem is tud erről az igazságról, a Biblia akkor is ezt fejezi ki, és a Bibliában van az Istennek az abszolút igazsága. Függetlenül attól, hogy mit hisz erről az ember? Az Isten, amit ad, azt nem a körülményektől teszi függővé. Nem attól teszi függővé, hogy éppen mennyire szabad az ember, milyen mélyen van a bűnben, vagy éppen milyen sekélyesen éli bűnben az életét, hogy egészséges-e vagy betege. Nem ezektől a dolgoktól teszi, nem a körülményeinktől teszi függővé, vagy éppen a mi testi állapotunktól teszi függővé, azt, hogy ő adja-e azokat az adományokat, amivel az ember itt belülről hát meg tud elégedni. Amivel itt az ember belülről szokták is mondani, hogy milyen neki a lelki állapota, hogy a belső világa milyen. Az, hogy egy ember gonosz-e, vagy az ember nem gonosz, az itt belülről, ami benne van, az sugárzódik ki. De a Bibliának elég csúnya korképe van az emberről. Azzal a korkép van felállítva, egyszer valaki azt mondta, hogy ezt a két gonosztevőt, amikor vitték az Úr Jézus Krisztussal együtt a Golgotára, abban a két gonosztevőben a világ volt kiábrázolva. Egyik oldalon is volt egy gonosztevő, meg a másik oldalon is volt a gonosztevő. Sokszor elmondott igazság az, ami ezekben a bátorításokban is elhangzott már néha, amikor az Úr Jézust megvádolták azzal, hogy bűnösökkel eszik együtt, akkor sok választása nem volt, vagy bűnösökkel evett, vagy egyedül evett. Ezzel az van kifejezve, hogy bűnös volt mindenki, aki őt körbevette. Egyedül ő volt bűntelen, ő rá nem tudtak bűnt bizonyítani. És szüksége van a kinti embernek is, nem csak a rácsok mögött élő embernek a megtérése és a változása, és ezt egyedül Isten tudja az ember életébe elvégezni, senki más. Az evangéliumnak ma is ereje van, annak ma is hatalma van. Mi az embernek a dolga, akire az Isten rábízta az ő üzenetét? És nyilván minden hívő emberre rábízta az ő üzenetét. Mindenki, aki élő hitre jut, és élő hitre jutott, annak az embernek a szívébe ott kell, hogy legyen az a fajta vágy, vagy az a fajta inkább késztetés, azt tudom mondani, mert lehet, hogy nem vágyja ő ezt, de egy késztetés van benne, és szokták mondani, hogy kibújik a szög a zsákból, vagy ha megszúrják a zsákot, akkor meglátszik, hogy mi van benne, mert adódnak olyan helyzetek, amikor egyszerűen az embernek ki kell rukkolni azzal, ami ott benne van, vagy pedig nincsen benne. Tehát, és a raboknak elmondott evangélium az, hogy megtermik-e a gyümölcsét, hát azt mondja a Szentírás, hogy az egyik ember ültet, a másik ember az öntöz. A növekedést az az Istennek a csodája. Lett reggel, és lett este, és akkor, vagy lett este, és lett reggel, és akkor magától elkezdett nőni az a mag, az a növény. Hát magától, az Úrtól kezdett el nőni. És így van ez lelki értelembe véve is. Vannak drámai megtérések, hogy valaki hallja az evangéliumot, és akkor pikpakra megtér, de azt gondolom, ennek is van egy lelki előzménye, vannak emberek, akik őt hordozták, még hogy nem is tudott róla, imádkoztak a háttérbe, mentek az Úr elé, kiáltottak Isten elé, és amikor eljött az az idő, akkor az Isten megszólította őt, és ennek volt egy válasza. A válasz az, hogy vagy elutasítom, és azt mondom, hogy majd később, azt mondom, mindig elutasítás, vagy pedig megnyitom a szívemet. Olyan sokszor tapasztalom meg börtönön belül is, és börtönön kívül is. Nyilván a börtönön belül nagyobb a szárazság is, nagyobb az éhínség. Azért, mert sok a bűn. De most is legutóbb, ahol voltam börtönben, a több száz ember van bezárva. És alapjába véve nagyon lelkiismeretes börtönlelkész van, és tényleg szedte össze az embereket, és
Szerintem súrolta 20 fő, talán annyian se voltak, több száz ember közül. Hogy nem volt igény rá, hogy lejöjjenek ezekre ezzel az alkalom. Ráadásul húsvéti alkalom. Tehát tényleg, aki csak vallásos, azt mondja, hogy hát akkor egy ilyen alkalomra illik elmenni, vagy kihasználom a lehetőséget, és elmegyek. És még sincs rá igény, nem jönnek. De ezek, hogyha a világnak valamiféle csillagja, sztárja jött volna, arra tolakodtak volna, nem akarok neveket mondani, és tele lett volna az a fajta terem, ahol ezt előadja az a hulló csillag, vagy múló csillag a világnak a sztárja. De Istennek az igéje ez utolsó időkben annyira tényleg, ahogy így az ember így belegondol, hogy a műholdakkal be van hálózva több száz kilométer magasan, ez a föld, és sugároznak mindent, és úgy is mondják, világháló, és akkor ebben ott van az evangélium is, és aki akarja, megtalálja. Az egész világon hirdettetik, sokfajta nyelven, és hirdetik azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és hirdetik azt, hogy az Úr Jézus Krisztus ma még kegyelmet kínál, kinek? Hozzá megtérő bűnös embernek. Hát aki nem bűnös, az nem tud hozzá megtérni. Ja, hát a bűnösök arapokon, ha be vannak zárva, és ők a bűnösök, mondja a világnak jelentős része. De hát én olyan vagyok, mintha ma született bárány. Ja, vagy azért annyira nem. De hát ugye nem ők bűnös. Hát nem a büntető törvénykönyvet kell nézni, a bűnnek a definícióját. A Biblia úgy határozza meg, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Minden ennek a következménye. Aztán, amikor megtér az ember Istenhez, akkor azt látja, hogy ajaj, volt nekem épp elég vaj a fülem mögött. Aztán, amikor elkezd hitben járni az ember, akkor azt tapasztalja meg, hogy van is. Van mit letenni, és van mit odavinni az Istenhez. És van miért kiáltani az Úr Jézus Krisztushoz. Én nem tudom, én nekem, lehet, hogy nem csak az, hogy szokás, hanem valahogy úgy szocializálódtam a hit tekintetében, hogy ahol én fölnőttem, és akik közt én a hitből táplálkoztam, hogy az Isten használta őket, mint testvéreket, ők kivétel nélkül ezeket a kifejezéseket használták az Isten fiára, hogy Úr Jézus Krisztus. Úr Jézus. És ma olyan nagy divat nagyon sok helyen názáreti Jézusnak nevezni az Urat. Ezzel nincs semmi baj, amikor valaki azt mondja, názáreti Jézus, mert ezt írja a Biblia is. De hogy folyamatosan ezt szajkózni, és ezt mondogatni, hogy názáreti Jézus, názáreti Jézus, és názáreti Jézus, hát én azt gondolom, hogyha valaki itten elvégez egy egyetemet, és kap egy diplomát, akkor azok az emberek, akiknek erre jogosítványuk van, hát megadják azt a megnevezést, nem tudom, hogy mondjam, hogy oda tesznek egy DR-t a név elé. Vagy hogy prof, vagy valami. Tehát, hogy, na, hogy ezt megtanulta, megérdemelte. Kitanulta és megérdemelte. Aztán ezeken belül is vannak, akik nagyon egyediek, specialisták, és tudnak róla az emberek. És azt a nevet az neki megillető módon szólítják meg. Neki megillető. Nincs ebben semmi vallásoskodás, nem kezd félreérteni. Most én csak a Bibliát mondom. A Szentírás azt mondja, hogy szívvel hisszük, hogy Isten feltámasztotta az ő fiát a halálból. És szájjal teszünk róla vallást. És olyan érdekes, hogy azt mondja, ha tehát azt mondja, ezt a szíveddel hiszed, és azt mondja, száddal pedig, ha Jézust Úrnak vallod, akkor üdvözülsz. Hogy a száddal Úrnak vallod. Ez érdekes. Én is mondom, esetleg, hogyha úgy alakul, vagy mint, hogy názáreti Jézus, de nem ez szajkóza. Hogy folyamatosan ez jön a számból, hiszen neki van egy neve. Nem akármilyen név. Azt mondja Krisztus himnuszban, Pál apostol, nem akadékoskodik itt az ember, de hogy olyan nevet adományozott neki az Isten, hogy a Jézus nevére minden tért meghaljoljon, és vallja, mennyeljek-e földelki, föld alattiaké, hogy Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, Úr Jézus. Amikor a Péter a pünkösdi prédikációnál
a Szent Lélekkel telve, a Szent Lélekkel telve elkezdett prédikálni, akkor elmondta a zsidóknak azt, hogy, a názáreti Jézust, úrrá és Krisztussá tette az Isten. Úrrá és Krisztussá. Úrrá. Ahogy megnéztem a Bibliába, az Új Szövetségbe, beírtam, és akkor kiadta, hát a telefon az egy ilyen nagyon jó konkordancia van benne. A názáreti Jézus kiadta 19-szer, Úr Jézusnak kiadta 66-szor. Lehet, ez nem a teljesség igényével van, de hogy nekem így ezt adta ki. És ahhoz, hogy Úr Jézus, az egyszer se volt ilyen, hogy valami ellenséges hangulata lett volna. De mint názáreti, néha nem jól hangzott, mert az ellenségei is mondogatták ezt a nevet. Hát ez is a názáreti Jézussal volt. Na, senki ne értsen félre, akinek a szívében ez van, mondogassa csak folyamatosan, és óvakodjon attól, mert én azt vettem észre. Konkrétan ma az édesanyáméknál voltam, és pakoltam, és hallgattam egy Isten tiszteletet körülbelül egy órán keresztül. Úgy azért félig ott volt a fülem, meg ott, mikor be is mentem. Egyszer se hallottam azt, hogy Úr Jézus. Rengetegszer a státusza úgy volt meghatározva, hogy a názáreti Jézus. Názáreti Jézus, názáreti Jézus, názáreti Jézus. Hát én azt gondolom, hogy ha az ember igazodik ahhoz, ami a Szentírásban van, akkor nem lő mellé, nem? És a Szentírásban az van megírva, ez, hogy ha tehát száddal, most olvasom, ha tehát száddal, nehogy félre mondja, ha tehát a száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma 10:9. Száddal, a száddal. Hát mi van abban? Hát ezzel én azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog. Hát persze, hát hogyha egy valaki, aki ezt elvégezte, és oda teszik hozzá, hogy doktor ez meg az, hát ő neki van egy ilyen címe. Persze, hogy Pali bácsinak van, hogy haver látnak Isten fiában, van egy ilyen része a versben. Hát tudom én, hogy a halottak közül való feltámadása által sok testvér közül ő az első. Hát hogyne? Azt is tudom, hogy ő azt mondta Máriának, hogy menj el és mondd meg az én testvéreimnek, hogy felmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Azt is tudom, hogy Pál hogy beszélt róla. Meg azt is tudom, hogy Péter hogy beszélt róla. Meg azt is tudom, hogy ma hogy beszélnek róla. És csak én azt mondom így, hogy én lehet, hogy csak ez az oka neki, aztán lehet, hogy milyen oka van, hogy a hit tekintetében, ugye az előbb mondtam, ahogy én szocializálódtam, hát belenőttem ebbe, vagy vettem azt a tanítást, én olyanoktól vettem, akik kétség se fért hozzá, hogy mikor mondták, akkor azt mondták, hogy Úr Jézus. Én mikor imádkozom, én is nem egy erőszak ez, én is valamikor kimondom csak így, hogy Jézus, drága Jézus, nem tudom. De ugye nagyon sokszor ott van bennem, hogy az őt megillető titulus, ő az Úr. Ő az Úr. Az abszolút értelembe véve Úr. Dávid is a Zsoltárban, az Úr Jézus mondja, hogy hát a fia akkor hogyan vallhatott, hogyan mondhatta ő, hogy azt mondja az Úr az én Uramnak. Az én Uramnak. És nagy betűvel van ott leírva ez a rész, amikor ez a hivatkozás van. Én azt gondolom, nem mindegy, hogy mi hogy tartjuk, vagy minek tartjuk őt. Hát ő a világ megváltója. Hát ő Isten mindenek felett. Hát Tamás azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Azt mondta egyszer az Úr Jézus Krisztus, hogy hát miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem csináljátok azt, amit mondok. Ez így negatívul hangzik. De hogy ott is ő önmagáról mondja, hogy hát miért mondjátok nekem, hogy Uram. Hát ő Úr, ő mindenek felett való Úr. És ezt a nevet ne egy egyetemen kapta, hanem ezt a nevet a mindenható Isten ajándékozta neki. Hogy a Jézus nevére mindent tér meghajolni. Menjenek ki, földjek ki, földötök, és vallják ezek a meghajtott térdek. Hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ő az Úr. És azt gondolom, hogy ez egy, én olyan jó szívvel tudom ezt mondani. Olyan jó szívvel tudom ezt mondani.
Lehet, nincs abban semmi, ha valaki folyamatosan názáreti Jézushoz, csak igazából nem értem, hogy persze lehet szabadsága neki rá, de nekem szabadsága van arra, hogy én az őt megillető státusszal, az őt megillető névvel, hát méltó ő erre, nem? Hát egyedül ő méltó erre. Hát micsoda hatalma van az Isten fiának? Hogy egy ilyen áporodott lelkű, bűnnel fertőzött, a mélységbe, a sötétségbe élő embernek a belső világát ki tudta seperni. Hát milyen erő van ő neki? Milyen ereje van ő neki? Azt mondja a Biblia, hogy az Úr Jézus Krisztus mai napig olyan szava van neki, olyan hatalommal bír, hogy az ő hatalma szavával hordozza a mindenség. Hát Úr, ő? Hát hogy ne? Azt mondta neki ott a gonosztevő azon a véráztatta kereszten. Emlékezz meg, amikor eljössz a te királyságodba. Király. Hát a király csak Úr, nem? Ez neki a címe. Ez neki a címe. És azt gondolom, hogy amikor az ember szolgál, akkor akarva akaratlanul úgy szolgálok, hogy az őt megillető nevet mondom ki. Van olyan felekezet, amely ostorozza a nevet. És nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy az őt megillető név, az a Jehovának a neve, az így legyen, és hogy ez egy üdvösségbeli dolog, hogy őt hogy hívjuk. Hát, ha már itt tartunk, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Isten adományozott neki egy nevet, ez a név pedig, hát magyar emberek vagyunk, Úrnak mondjuk. Hallok Isten tisztelt, angol Isten tisztelt, megmondják, Lordnak mondják. Hát Úr, ő az Úr. Mondja a dicséret, a halálból föltámadva, ő az Úr. Áldott érte az Isten, hogy ő az Úr. És az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy a rabokat megszabadítsa. Elmondtam a napokban is, hogy Istennek van arra hatalma, hogy neked itt békességet adjon. Istennek van arra hatalma, hogy neked itt szabadságot adjon. Jaj, de sok ember akarja ebbe a kinti világba is ezt a békességet, meg ezt a szabadságot. De sokan gúzsba vannak kötve, a saját indulatukkal, haragukkal, meg nem bocsájtásukkal. Jaj, de sok gyűlölködő ember van ebbe a világba. Teli haraggal, teli békétlenséggel. Azért, mert a békesség fejedelmét, az Úr Jézus Krisztust elutasítják. De ez nem csak a falakon kívül van, így a falakon belül is az van, hogy nagyon sokan elutasítják. Nagyon sokakhoz talán el se jut, vagy ha eljut, nagyon felszínesen jut el, vagy ha eljut, akkor azt mondják, hogy hát ez nem ránk tartozik ez. Hagyjunk már, ez tartozik a papokra, a lelkészekre. Egyszerű kis emberre dolgozok ilyen eleget. Én rá nem tartozik ez, dehogy nem. Hát az, hogy az embernek legyen egy megelégedett, békés élete, hát az kire tartozna, nem az ember. Hát nem ezt kergeti mindenki. És Isten ezt adja. És ráadásul ad egy belső szabadságot az embernek. És ez tényleg nem a körülményektől függ. Ez attól függ, hogy az Úr Jézus Krisztus, mint személy, belette engedve az én szívembe, az én életembe. Mert ha belett engedve az én szívembe és az én életembe, akkor egyrészt nem csak azt jelenti ki, hogy én ki vagyok, hanem azt is kijelenti, hogy ő kicsoda. Hogy ő kicsoda. És nem lesz nehéz meghajolni az embernek előtte, nem lesz nehéz Úrnak szólítani őt, mert ő Úr mindenek felett. És azt gondolom, hogy őt ez a név megilleti. Ha valakit megillet ez a név ebbe az egész teremtett világba, az Úr Jézus Krisztust, az Isten fiát megérdemli. Mert meghalt érted, és meghalt értem a Golgotai kereszten. Legyőzte érted, megértem a halált. Lejött ebbe a mulandó világba. És az embernek a szívéből kiseprűzte a halált.
Mert a halál ott lakik benned is, meg ott lakik bennem is, még meg nem tértünk az Istenhez. Biológiailag utána is benned lakik a testet illetően, mert az a test meg fog halni, ha csak addig vissza nem jön az Úr Jézus Krisztus. De Isten készített nekünk egy romolhatatlan testet, egy romolhatatlan hajlékot, amiben nem fog benne lakni a halál, hanem ami élni fog örökkön, örökké, az Úr Jézus Krisztusnak az oldalán. Amen.